A strandon a legelviselhetőbb a hőség, és ez még napokig így marad. Július 18-án éjfélig meghosszabbította a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást Vas vármegyére is az országos tiszti főorvos. Szombathely és térségünk nem jegyez országra szóló meleg rekordokat a nyári hónapokra, de ezzel együtt is megháromszorozódott a hőségnapok száma az utóbbi évtizedekben. Hőségnapok a 20. században olyan 10-12 volt itt jellemzően Szombathelyen, most viszont ez a száma 30 körülre emelkedett az utóbbi 30 év átlagát, ha vesszük, tehát ez mindig növekvő tendencia, de így is ezen belül is vannak évek, amikor 30-40 fordul elő, van, amikor meg csak 10-15 a mai időjárási helyzetekben is. Hát ugye most még a 4.-5.-nél tartunk, tehát azért olyan sok nem volt az idén. Közben Vas vármegyére másodfokú figyelmeztetést adott ki a Hungaromet ZRT a várhatóan magas, 27 Celsius fok feletti napi középhőmérséklet miatt. A nyárnak a legmelegebb időszakát éljük jelenleg, de nem zárható ki, hogy lesz még ennél akár melegebb időszak is majd a következő részekben, mert hát szerintem még csak a járnak a felénél tartunk. Az augusztus pedig azért általában szárazabban szokott elni, és akkor ugye szokták mondani, hogy a nyárzáró hidegfront, meg stb. Ugye az 20-án megérkezik, és onnantól leül a levegő. Amíg tart a hőség, még fontosabb a folyamatos folyadékpótlás, és aki teheti, kerülje a tűző napsütést.